Köszöntöm a Telena magazin nézőit, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Jó ütemben halad a Szent Háromság szobor felújítása, elkészült az óvoda parkoló, a Tolnai Heitzmann Jánosnál jártunk. Jó ütemben halad a Tolnai Szent Háromság szobor felújítása, így akár az októberi határidő előtt, szeptember végén elkészülhet az emlékmű restaurálása. A munkálatokhoz szükséges 15 millió forint 80%-a már összegyűlt, annak érdekében, hogy a fennmaradó pénzt is megszerezzék, ismét jótékonysági koncertet tartanak a városban, ezúttal a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár szervezésében. A 17.-18. század idején Európát a járvány a pest is sújtotta, ezért a lakosság elkezdett Szent Háromság szobrokat építeni a fertőző betegségek elleni védekezésként. Így történt Tolnán is, és a 19. század elején 1823-ban megépült a különböző védőszenteket ábrázoló Szent Háromság szobor, ennek idén pontosan 200 éve. Az emlékművet utoljára 4 évtizeddel ezelőtt újították fel, napjainkra már elég rossz állapotba került. Tavaly Saramó Márta helyi lakos döntött úgy, hogy ismét összefogásra ösztönzi a város lakóit, de mit is értünk az alatt, hogy ismét? Fontos megemlíteni, hogy a szobor közadakozásból épült, és a korábbi rekonstrukciók is ilyen formában valósultak meg. Ennek érdekében Márta létrehozta a Tolnai Szent Háromság szobor felújításáért alapítványt. Mivel nagyon leromlott állapotban van ez a Szent Háromság szobor is, itt a városközpontban, ezért döntöttem úgy, hogy egy alapítványt hozok létre a szobor felújítására. Ez tavaly ősszel megtörtént, és mivel közadakozásból épült ez a szobor, ezért döntöttünk úgy, mert hiszen az alapítvány az egy kuratóriumi formában működik, és a kuratórium, én csak a létrehozója vagyok, a kuratórium úgy döntött, hogy most is megpróbáljuk a tolnaiakat, elszármazottakat, hogy közadakozásból finanszírozzák a szobor felújítását. Megkerestünk több vállalkozót, és végül is sikerült kiválasztani, és közben elindult a gyűjtés. Elég nagy propagálást végeztünk annak érdekében, hogy az emberek tudomást szerezzenek arról, hogy most is közadakozásból szeretnénk a szobrot felújítani. Sokan úgy gondolják, hogy mivel egyházi témájú a szobor, Szent Háromságot ábrázolja, ezért az egyház tulajdona. Nem, ez az önkormányzat tulajdona. Megkerestük az önkormányzatot is, mellénk álltak, támogatták, olyannyira, hogy az első jótékonysági koncertüket is az önkormányzat szervezte meg, ami márciusban volt, egy nagyon nagy sikerű jótékonysági koncert volt a helyi fúvózenekar bevonásával, szép bevételünk volt, de közben megkerestük az elszármazottakat, illetve propagációt fejtettünk ki annak érdekében, hogy a lakosok tudomást szerezzenek a gyűjtésről. Jött is szépen az adakozó összeg, az önkormányzat is egy nagyobb összeggel hozzájárult. Ennek köszönhetően pedig a felújításhoz szükséges 15 millió forint 80%-a összegyűlt, a restaurálást végző szakemberek pedig már javában dolgoznak. A munkálatok jó ütemben haladnak, így akár az októberi határidő előtt elkészülhet a szobor. Már régóta nézem, már 10 éve nézem ezt a Szent Háromság szobrot, mert több munkát csináltam már itt Tolnában.
és mindig imádkoztam a Jóistenhez, hogy legyen valami lehetőség, hogy felújítani, mert egyszerűen a szívem szakad meg az ilyen szobrok láttán, hogy ennyire rossz állapotban vannak. Homokkőből készült ez a szobor, 200 éve, és nagyon rossz, teljesen szétmálik. Először is az első lépés, hogy fixálni kellett ezt a homokköveket, mert teljesen szétporodtak. Utána magas nyomású mosóval lemostuk óvatosan a szennyeződéseket, utána újra impregnáltuk, és akkor elkezdtük a restaurálást a szobroknak. Lehet látni most a folyamatot, hogy gyakorlatilag milliméterről milliméterre fölkenjük az anyagot, és utána újra csiszoljuk, megint kenjük, újra csiszoljuk, megint kenjük, és akkor végén kap megint egy impregnálást, meg egy színrefestést. Hárman dolgozunk, most be van állványozva, hogy körbe megcsináljuk a szobrokat, és utána meg egy darus autó segítségével, ilyen kosaras autó segítségével fogjuk a felső elemeket meg restaurálni. Lehet látni, hogy az arcuk nincsenek meg a szobroknak, úgyhogy elég kihívás. Még szükség van újabb adományokra, ezért is örömmel vettük a Tolnai Kulturális Központ és könyvtár igazgatónőjének, Tóth Györgyinek a megkeresését, hogy ők szerveznek egy ismételten egy jótékonysági koncertet, tehát nem az alapítvány szervezi, hanem a Kulturális Központ, ahol szintén lesz az adakozásra lehetőség. Ez augusztus 25-én lesz a Tolnai templomban. Egy újabb felajánlás is érkezett, amit szintén nagy örömmel vettünk. Nevezetesen megkeresett egy tolnai vállalkozó, hogy a szobor körülálló, rossz állapotban levő kerítést lefesti. Ennek is nagyon örülünk, ez is meg fog történni a felújítással egyidejűleg. A felújított szobrot ünnepség keretében a püspök atya fogja megáldani, és akkor ezzel teljesült az alapítványi cél. A felújításhoz szükséges összeg tehát 15 millió forint, amelynek nagy része már megvan. Amennyiben az alapítványnak nem sikerül összegyűjteni a fennmaradó 20%-ot, ami nagyjából 3 millió forint, Márta elmondta, hogy egy tolnai vállalkozó felajánlotta, hogy a végszámlából hiányzó összeget kipótolja, tehát a Szent Háromság szobor végül mindenképp új pompájában ragyoghat majd a város központjában. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540 703. Jó
jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, DeFerenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Elkészült az Apraja falva óvoda előtti parkoló Tolnán. A 4,5 millió forint önkormányzati forrásba épített terület 13 férőhelyes, így a már meglevőkkel együtt közel 20 autó tud egyszerre várakozni ott. Ezentúl akár 20 autó is elfér biztonságosan a tolnai Apraja falva óvoda előtt. Az önkormányzat ugyanis saját forrásból építetett egy 13 férőhelyes területet. A fejlesztésre azért volt szükség, mert egyre többen hozzák a gyerekeket kocsival, ami több alkalommal okozott már fennakadást. Korábban azért döntött így a testület, hogy szükség lenne, mert egyre többen hozzák gyermekeiket autóval, a kollégák és a munkatársak is, főleg, hogy amikor esős, hidegebb időjárás van, autóval jönnek, és gyakorlatilag már a mögöttünk lévő zöld területet használták parkolóként, ez nyilván csapadékos időben állandó problémát okozott, sár volt, kikátyusodott ugye a terület, nem volt alkalmas arra, hogy kulturált módon lehessen itt parkolni és közlekedni, ezért döntöttünk amellett, hogy létesítsünk itt parkolót. Ez egy 4,5 millió forintos összegből valósult meg, ezt a város saját forrásból, tehát nem pályázati pénzből, hanem saját forrásainkból finanszíroztuk. A parkoló jelenleg zúzott-köves és szegélyezett. A rétegrend azonban úgy lett kialakítva, hogy a későbbiekben aszfaltozható legyen. Ahogy majd mondjuk az anyagiak rendelkezésre állnak, vagy erre igény van, akkor lehet egy következő lépést is tenni. 2020-ban ugye megalakult a forgalomszámlálás szabályozási munkacsoport, és 2020 őszén a munkaanyag elfogadásakor már a testület döntött arról, hogy folyamatosan vizsgáljuk meg a lehetőségeket a parkolás tekintetében a városban, kiemelten az oktatás és nevelési intézmények környezetében. Ezért gyakorlatilag programszerűen ugye itt az Apraja falva óvodánál elkészült. Másik két óvoda, a Mözsi Zöldkert óvoda, illetve a Bartók Béla utcai Pitty Pang óvoda és mellette az új bölcsöde előtti parkolók megtervezésre kerültek. Azoknak jelen pillanatban az engedélyeztetése van folyamatban. Ahogy elkészülnek az engedélyek, az előbb említett területeken is megkezdődnek a munkálatok. Képbe van, beszéltünk arról, illetve döntöttünk arról, hogy vizsgáljuk meg a Selyem óvoda környezetében, hogyan lehetne parkolóhelyeket kialakítani, illetve az Ötvös utcai iskolai épület környezetében. Ez a másik kettő olyan neuralgikus pont, ahol tanítási időben, ugye főleg ugye a reggel, illetve a délutáni napszakokban nagyon túlzsúfolt az utca, igazából nem áll rendelkezésre parkoló. Hát, illetve a Kossuth-Lajos utca is ilyen, de ott ugye szűkebbek a lehetőségeink. Tehát az önkormányzat nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a jövőben a város minden nevelési és oktatási intézményénél minél biztonságosabban, kultúráltabban lehessen parkolni, és ne alakuljanak ki fennakadások. A tolnai Heitzman Jánosnál jár stábunk. A nyugdíjas férfinak ugyanis kívül-belül saját készítési alkotások díszítik az otthonát, ami a kiállító termés egyben. Talán egy helylakosnak sem kell bemutatni a tolnai születésű Heitzman Jánost, aki 51 évig autószerelőként dolgozott a városban, emellett bútorok restaurálásával foglalkozik, szívesen tevékenykedik fával, fémmel és egyebek mellett olykor ecsetet is ragad. Az alkotás iránti szenvedélyének gyümölcse pedig nem más, mint saját otthona, ami a kiállító terme is egyben. Ez egy padlástér volt, és ezt a padlásteret én alakítottam ki egy ilyen galériának, úgyhogy én áprilisban elkezdtem ezt a padlásteret beépíteni, és már itt jött a Jézuska karácsonykor. A kandallótól kezdve a
az egész berendezést, mindent. A berendezést restauráltam, az egész padlásteret saját kezűleg egyedül csináltam az egészet. Nagyon szeretek a fával és a fémmel dolgozni, mert a kovácsolt vas kerítéstől a kapuig, ezt mindent én saját magam készítettem, és én csináltam ezeket, és én szeretek ilyesmivel foglalkozni. Gyerekkorom óta, szinte 14 éves korom óta, itt volt a szomszédban egy zsidó templom, amit valóban valamikor a 60-as években lebontottak, és én oda jártam délutánonként, voltak ilyen régi bútorok, meg olyan dolgok, olyan bútorok, amik közben megsérültek, és én azokat javítgattam. Igaz, hogy abban az időben egy délutánra kaptam 10 forintot, vagy 20 forintot, és az én nekem elég volt a mozira, mert a mozi az 2 forint 70 fillér volt. És hát az igazság az, hogy én ott nagyon sok mindent megtanultam, mert volt egy szerv ember, aki ezekre a bútorok restaurálásához hát megmutatta, hogy mit, hogyan kell csinálni, aztán időközben én tovább fejlesztettem magamat, mert aki az alapokat tudja, az már sok mindent tud. János reméli, hogy tudását tovább tudja adni fiának. Én bízom benne, hogy az én kisfiam, aki a reménységem és mindenem, ő majd ezeket tovább fogja csinálni, azon kívül, hogy igaz, hogy ő inkább most jelen pillanatban a számítógépen foglalkozik, de neki is van érzéke hozzá, mert az egész családunk, az Orbán család, hát egy nagybátyám az szobrász volt, annak volt egy fia Svédországban, aki szintén festett, akinek a fia a montreali olimpián kajakozba indult. Van még ezen kívül még 3 unokatestvérem, aki szintén festenek. A 11 éves ifjabb Heitzmann János édesapja példájára ragadott ecsetet. Eredetileg azért kezdtem el festeni, mert láttam, hogy apukám is milyen szép képeket fest, és nagyon megtetszettek. Szeretek festeni, mert szerintem egy jó kis elfoglaltság. Nagyon szépen ki lehet fejezni magam. Apukám mutatott ilyen mintákat, hogy miről fessek, inspirációt, és azt megpróbáltam megfesteni. Apukám mondta, hogy hogyan csináljam, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a technikákat, és sikerült szerintem egy nagyon jó képet festeni. Én elégedett vagyok vele. Édesapja egyébként nyugdíjba vonulását követően kezdett el festeni. Előtte hát pénzt kellett keresni, mert a családot el kellett tartani, de én gyerekkoromban nagyon sokat voltam egyedül, és mindig elbújtam, és mindig rajzoltam. Hát először, hát biztos ismerik a pasztelkrétát. Első időszakban még ilyen pasztelkrétával festegettem, meg hát szénnel rajzoltam, meg grafittal, és akkor hát utána abba hagytam, mert hát akkor hát szakmát kellett keresni, egy olyan szakmát, amivel úgy gondoltam, hogy meg tudok élni belőle, és akkor kezdtem el az autóval foglalkozni, miután leérettségiztem, akkor utána hát iparos lettem, és az én ipari igazolványom, amikor visszaadtam, 51 éves volt. Úgyhogy én 51 év alatt szerintem annyi autót megjavítottam, hogy egy tornán nem férne el, az biztos, parkolóhelyet nem lehetne találni. Valamikor ez autójavító műhely volt. Itt teherautókat javítottunk, ott volt a karosszériás, ott az előre, mert egész az utcáig műhelyek voltak. Volt olyan alkalom is, hogy kerestek karosszéria lakatosokat, és volt egy 8-10 jelentkező, és végig kérdezték, hogy ki hol volt inas. Mikor odaértek ahhoz a gyerekhez, aki
nálam volt Inas, megkérdezték tőle, hogy te hol voltál Inas a Heitzman Jánosnál. Akkor a többi minden hazamehet, te vagy fővéve. Mondjuk ilyen is előfordult az életemben. János az első festőkészletét 2001 környéken kapta karácsonyra, azóta több mint 200 alkotás került már ki a kezei alól. Karácsony. Másnapján leültem és festettem egy képet, és azt mondták, hogy ez milyen jó. Hát csináljál másikat is. Csináltam másikat, és akkor a végén közel most ilyen 200-250 képet festettem. Soha egy fillér pénz, soha pénz el nem fogadtam. Mindenkinek, aki közel volt hozzám, azoknak mindért ajándékba adtam a képeimet, és hát úgy gondolom, nem tartom valószínűnek, hogy ezek a képek, mit tudom én, milyen csodálatos alkotások, mert én azt festettem, amit látok. Igaz, hogy többen azt mondták, hogy fényképszerűen festek, de hát én ezt látom, ezek a képek úgy vannak megfestve, hogy miután kész a kép, nem kell megmagyarázni, hogy ez a kép miről szól. Hanem ránéznek, azt tudják azt, hogy ez egy patakpart, fákkal, csónakkal, ezek ilyen képek. Nem kell megmagyarázni, hogy ezek a képek vajon kit és mit ábrázolnak. Készítek szobrokat, például ezt csemperagasztóból csinálom a szobrot, és csinálok egy hungarocerből egy alapot, és utána bevonom ezt csemperagasztóval, a hungarocerre rácsöppentek nitrohigítót, és teljesen elmarja a nitrohigító a hungarocert, és csak magába a váz marad meg. Akrillal festek, egy mód van rá, mindig akrilt használok, és az utóbbi időben használom a színező pasztákat. Mert mondjuk az akril festés, az nagyon kell rá vigyázni, mert hát egy hónapon belül teljesen beszárad és alkalmatlan. De viszont én megveszek egy kilós festéket, mondjuk egy fehér színt, vagy egy pirosat, vagy a főszíneket megvásárolom, mert van az öt főszín. A fehér, a fekete, a piros, a kék, meg a sárga. Tehát ebből mindből van. Ebből bármilyen színt lehet csinálni, akkor is, ha megveszem hozzá való színezőpasztát. És akkor ebből a színekből, és utána, miután én megfestettem a képet, akkor van egy ilyen vízbázisú festék, mert valamikor a festők azok ilyen varnis lakkal lakkozták le a képeket, én most egy ilyen vizes bázisú festékkel egész vékonyan átlakozom a képet, az megköti, és jobban előbújnak a színek. Igaz, hogy én nagyon élénk színeket festek, de hát nekem ez tetszik. Most az igazság az, hogy van, aki azt mondja, hogy gics, az nekem nem, mert azt én festettem, az az én gyerekem, azt én alkottam, az nekem tetszik. Hogy ő neki gics, az az ő dolga. Az a kép, amit én festettem, az az én dolgom, az nekem tetszik. Az alkotó azt mondja, kedvenc témái közé tartozik a Duna, a mediterrán tájak, épületek. Szeretem a Toszkánát, meg hát van, olasz barátaim vannak nagyon sokat. Jártam Olaszországba, Romániában nagyon sokat festettem, az Aranyos Völgy, meg hát ilyeneket, mert Romániában is jártam vadászni, meg hát voltak olasz barátaim, akik oda elvittem őket vadászni, és hát ezek a képek úgy megmaradnak az emberbe, mert Erdély egy csodálatos ország. Azért szeretek festeni, mert ez teljesen kikapcsol. Most reggel sokszor elkezdek festeni, és még azon a napon nem ittam egy pohár vizet, nem ettem egy falat kenyeret, és este 7 óra van. Jézus Márián, már este van. És ez én szerintem nincs a világon még egy olyan dolog, ami az embert annyira lekötné és kikapcsolná a mindennapi problémáiból.
mert olyan ember nincs, akinek nincsen problémája idáig. De én úgy érzem, amikor reggel fölmegyek a kis festőműhelyembe, és elkezdek festeni, és akkor hát úgy kezdem, egy témát keresek, mire lealapozom, akkor ezek a gondolatok a fejembe vannak, amit majd fogok csinálni, és úgy nem lehet festeni, hogy most festek, utána elmegyek, majd egy óra múlva visszamegyek, vagy két óra múlva, mert akkor már az ember gondolatába nincs meg az a folyamat. És én úgy, valahogy én mindig úgy voltam, hogy ha elkezdtem valamit csinálni, azt addig nem hagytam, abban még készen nem volt. János nem csak a vászlón kamatoztatja kreativitását, otthon a falait is szereti megfesteni. Van, ahová egykori szülőházát örökítette meg, illetve nemrégiben a tolnai bárkát vitte fel háza homlokzatára. Így gyakorlatilag bárki megcsodálhatja az alkotást az utcáról is. Valaki idejön hozzám, egy idegen ember, vagy mondjuk akár Budapestről, vagy Székesfehérről, vagy valahogy, de fessen nekem egy képet, de az rajta legyen a bárka. Mert ez a bárka, ez minden gyereknek egy csodálatos emlék, mert ott nőttünk fel a bárka mellett. A tolnai gyerek az nem tudta volna elképzelni az életét Duna nélkül. Hát persze az én gyerekkoromban mondjuk 70 évvel ezelőtt nem így nézett ki a Duna, mert még 70 évvel ezelőtt még a hajó is be tudott jönni ide Tolnára, ide a zsilip mellé, még be tudtak jönni kis hajóval. Azért, hogyha itt elmegy a Tolna, egy gyerek tudja, hogy ez a bárka még ez Tolnához tartozott, mert ez a bárka már nem az eredeti, ezt már később csinálták, az eredeti nem is így nézett ki, mint ahogy most ez kinéz, hanem másképp volt, de hát most elfogadtuk, ez a bárka, mert még az eredeti bárkát azt elvitték a Faddi Dunára. És akkor Tolnán nem volt bárka, mert valamikor két bárka volt. Hát Tolna az 1500-as években, Budapest után a legnagyobb város volt Tolna. Itt volt a Dunai átkelő, mert itt volt a Dunának az a nagy kanyar, hát biztos tudják, hogy hogyan volt. És itt volt a Dunai átkelő, hát valamikor az állatokat nem a kamion vitte Bécsbe, meg Germániába, meg mert lábon hajtották, és itt volt a Dunai átkelő, azért Tolna egy nagy város volt, itt 600 ház volt Tolna, meg 200 török ház. Úgyhogy én büszke vagyok arra, tolnai embert az egész világon, ha elmész, mindenhol fogsz találkozni tolnai emberre. János egyébként azt mondja, a jövőbeni tervei között szerepel, hogy tovább szeretné festeni háza homlokzatát. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!